Köszöntöm nézőinket! A Pannon Televízió, a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Enterprise Europe Network Pécs irodájának gazdasági magazinját látják. Divatbemutatókkal, köszöntőkkel kezdődött el hivatalosan a Pécsi Design 7 rendezvénysorozata október elején. A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 5 évvel ezelőtt kapcsolódott a budapesti rendezvényhez vidéki helyszínként. Idén már nemzetközivé fejlődött a Design 7. Külföldi szakemberek is részt vettek a rendezvényen. Ezekkel a különleges kiegészítőkkel jelentkezett a Pécsi Design 7-re Meleg Andrea Sejen festő. A képek helyett idén a női sál, a két táskáké volt a főszerep. Képek festése során szerzett tapasztalatok mind a táskákban válnak valóra, és ez egy olyan komplex dolog, hogy a méretre festem a sejmet, és utána varják meg a keretre varrónők a sejmet, és így egy komplett divat irányzatot teremtek, azt hiszem, mert nem tudok róla, hogy bárhol máshol a világon kézzel festett sejemből vart táskához, plusz sál, tehát hogy így, hogy bárki készítene ilyet. Úgy veszem észre, hogy ehhez öltöznek a hölgyek, tehát megvan a táska, meg a sál, és ehhez választják ki a ruhát. Ezek, hát így első ránézésre is látszik, hogy ilyen alkalmi kollekciók. Ez cél is, vagy lesz olyan, ami mindennapi használatra készül majd? Hát a sejem eleve olyan, hogy annyira finom dolog, hogy alkalmi viselet, bár tisztítható, úgy, mint egy bőrtáska, nedves ruhával, viszont valóban alkalom, de ha azt gondoljuk, hogy alkalom lehet az is, hogy egy délutáni korzózásra kivonulni a városban, tehát minden alkalom jó arra, magunk teremtjük meg az alkalmat arra, hogy viseljük. Ez nem jön szembe az utcán, sőt, ezt nem cseréli lehetente az ember, mint más nagy márkáknak a kollekcióját, ezt akár évekig, évtizedekig lehet hordani, vagy az unokák is örökölhetik. Egy külföldi kiállításon kapott jó tanácsok alapján indult el a divatrajongók meghódítása felé az alkotó. Milánóban találkoztam egy kanadai üzletemberrel, aki látta a standomon kiállított dolgaimat, és oda jött hozzám, és elmesélte negyed órában, hogy mi kell ahhoz, hogy ezeket drágában tudjam értékesíteni. És elmondta, hogy kell a márkanév, kell a díszdoboz, amik most már megjelentek, gyönyörű díszdoboz, kell a sztori, a történet rólam, és mindezt megvalósítottam 2 hét alatt, írtam neki, mutattam a képeket, és mondta, jó, gratulál, büszke rám, és hogy csak így tovább is szeretne tudni még rólam. Ezen az úton vagyok most, azt hiszem. Az az álmom, hogyha például az újévi hangversenyen, a Kodály Központban 3-4 hölgy is az én szettemben jelenne meg, és egymásra csodálkoznának, hogy ez is Meleg Andrea kollekció, és mondjuk ezt így titkon szeretném, mert mindegyik más stílusú lenne, más színű, meg más formák rajta, de azért megismernék egymáson, hogy az enyém. Divatbemutatók sora színesítette a Design 7 programját, ahol fiatal tervezők is megmutathatták ruhaalkotásaikat. Most ez a ruha, amit ki van állítva, ez egy alkalmi ruha. Azért választottam ezt a ruhát, mert most a Design 7 Pécsen is a New York ihletési kollekciót mutatom be, és igazából ez a ruha is a vizsgamunkám egyik darabja, amit szintén a New York-i épületek inspiráltak. Igazából közel áll hozzám a 20-as évek is, 20-as évek stílusa, illetve szintén a nagyvárosi nő, meg az elegáns nő stílusa is közel áll, és így próbálom összehozni a kettőt. Például a szabásban is próbálom visszahozni a 20-as éveket, a letisztult stílust, míg a maira jellemzően ugye díszített a háta, vagy ilyen különleges hátmegoldást próbáltam belevinni a tervezéskor. Nagyon szeretem a szürke színt, és próbálom mindig feldobni más színekkel, amitől egy kicsit ilyen bohókásabb, különlegesebb lesz, hogy mégiscsak színesebb legyen a ruhadarab.
Évekkel ezelőtt vette fel a kapcsolatot a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a budapesti Design Hét rendezőivel, így kapcsolódtak vidéki helyszínként az esemény sorozathoz. 5. éve rendezzük meg a partnereinkkel, Pécsi Tudományegyetem művészeti karával, műszaki karával, a várossal, idén már a megyével, rengeteg kreatív ipari vállalkozással és a Dél-Dunántúli kreatív ipari klaszterrel a Design Pécs sorozatot, ami ugye egy egyhetes rendezvény sorozat. A célja ennek a rendezvénynek, hogy bemutassuk azokat a kreatív ipari szereplőket, akik a művészetek, a formatervezés, az építészet, az ipari formatervezés területén dolgoznak, és megmutassuk azokat az értékeket, amelyek Pécsen néha elfeledve, de léteznek és megvannak. A Design Hétnek egy nagyon fontos jelentősége, hogy a kreatív iparról szól. A kreatív ipar az az üzletág, ami jövedelmet termel. Akkor is, hogyha művészeti tevékenység vagy művészeti értéket állít elő. Hasonló kreatív ipari szereplőkre, nagyon sok ilyen cégre van szükség. A hazai GDP 10%-át egyébként a kreatív ipar adja, úgyhogy ez egy nagyon fontos nemzetgazdasági ágazat. Az idei Design Pécs az 5., tehát ez kvázi egy évforduló is. Az 5 év alatt rengeteget tanultak a program szervezésében, koordinálásában résztvevő szervezetek, és azt gondolom, hogy ez a tanulási folyamat is egy nagyon fontos hatása ennek a programnak. Talán az első 1-2 évben azt nyilatkoztam, hogy meg kell tanulnunk együttműködni, most már ezt a tanulási fázist hála Isten a szereplők átugrották, úgyhogy ilyenkor nyár végén megkezdjük közösen a szervezést, szétosztjuk a programokat, és minden szereplő a kompetenciája mellett beleteszi azt, amiben a legerősebb. A kamaránk ügynököli az Enterprise Europe Network nevű nagy uniós innovációs és üzleti szervezetet, és ebben a szervezetben úgy dolgoznak a szakértők több mint 60 országban, hogy különböző iparági szektorcsoportokat hoznak létre, és akkor az azonos szektorcsoportba tartozó iparági szereplők megosztják a tudásukat, és felhasználják mindazt, amit tanulnak egymástól, és ennek a kreatív ipari szektorcsoportnak az ülését kollégáim ide szervezték Pécsre, úgyhogy több mint 10 országból 30 kreatív ipari szakértő most itt van Pécsen, 3 napot itt töltenek, kamarában kezdtük egy konferenciával, ma egész nap kreatív ipari szereplőknél, Kohóban, kreatív klaszternél, orgonaépítőknél, Zsolnai negyed, tehát mindent végigjárnak, és nagyon reméljük, hogy ez a 3 nap ez úgy telik el, hogy picit szívükbe zárják Pécset, illetve fölhelyezik ők maguk is a várost, a régiót a kreatív ipar nemzetközi térképére. A bemutatók mellett kiállítások, előadások várták egész októberben a design iránt érdeklődőket, valamint szakmai programokon fogadták a külföldről érkező vendégeket a helyi iparkamara munkatársai. Európa kreatív ipari szakemberei találkoztak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál októberben. Látogatásuk segítséget jelenthet a területen tevékenykedő helyi vállalkozásoknak, ugyanis 16 országba juthat el a pécsi és baranyai kreatív ipari szereplőknek a híre. Külföldi szakemberek találkoztak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál október elején. Ők képviselik a kreatív ipari szereplőket a nemzetközi üzletember hálózaton keresztül. Az Enterprise Europe Network kreatív ipari szektorcsoportját hívta meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara az idei Open for Business nemzetközi üzletember találkozóra. Ez egy hatalmas hálózat, és ennek a kontinenst felülelő hatalmas hálózatnak vannak itt a kreatív ipari koordinátorai. Összesen 16 országból 30 főt látunk vendégül Pécsen. Célunk, hogy segítsük a kreatív ipari vállalkozókat a nemzetközi partnerségben érvényesülni. Azzal, hogy el tudunk menni egymás országába, megteremti annak a lehetőségét, hogy megismerjük a helyi vállalkozóknak az indokait, érveit és vállalkozását. Jobban meg tudjuk érteni, hogyan segíthetjük őket a nemzetközi partnerség létrehozásában. Ehhez pedig rengeteg eszközünk van. Jó lehetőség ez arra is, hogy megismerve az itteni vállalkozásokat, hazatérve mindenki a saját országában tudja ajánlani például az ebben a térségben Pécs városában látottakat. Ez lehet a hagyományos iparágakban is, mint akár a zsolnai kerámia, vagy porcelángyártás, vagy a kesztyűkészítés, de az újabb iparágak is. Mi hidat képzünk a különböző országok kreatív ipari területei, valamint vállalkozásai között, ezért vagyunk most is itt.
A szektorcsoport évente két találkozót tart. Az első Udinében volt ebben az évben, októberben pedig sikerült Pécsre invitálni a tagokat. Nagyon vegyes az, hogy ki mivel foglalkozik, ugye mindenki a saját hazájában, vagy a saját szakterületén az adott kreatívipari szegmensre szervez nemzetközi üzletember találkozókat. Tehát itt most találkozhatunk olyanokkal, akik a Milan Design Week-nek, a Milanoi Design Hétnek a lakberendezési nemzetközi üzletember találkozóját szervezi. Vagy a Torino Fashion Week, ami egy divattervezési vonal, vagy az Amsterdam Fashion Week, ami szintén divattervezés, design. Nagyon sok, de a kezdve az IT-s szektora inkább jellemző gaming, tehát játékok, vagy akár komolyabb irodai alkalmazások. Tehát ez nagyon-nagyon vegyes, és pont ez a dolognak a szépsége, hogy itt sokszor szektorokon átível, vagy ezeknek a találkozásából lesz valami új, hiszen az egész kreatív ipar gyakorlatilag erről szól, hogy ami eddig jó volt erre, az most jó lesz arra. Ezt látjuk, mondjuk kifejezetten érdekes volt a koppenhágai ilyen találkozó, ahol az augmented reality, tehát ezek a virtual reality, az új technológiák, amiket most már látjuk a kamaránál is, hogy használnak szakképzésbe, használnak mindenféle oktatási anyagok összeállításánál. Tehát egy picit ez a kreatív ipar előre mutat trendeket is, amerre a világ megy. Nagyon gyorsan reagál ezekre. Ezért érdekes, hogy ezek az emberek most idejöttek, mert ők mást fognak meglátni abból, ami itt van, mint amit mi bemutatunk nekik. Tehát ebből mindig valamilyen érdekes dolog jön ki a végén. Főleg egyszemélyes vállalkozások vagy kis cégek dolgoznak a kreatív iparban nálunk. Így nekik óriási lehetőség, hogy egy nemzetközi hálózat segítheti a piacra jutásukat. Informatikai konferencia színesítette az októberi nemzetközi üzletember találkozót a helyi iparkamarában. Újra megrendezték a Connect It elnevezésű eseményt, idén az adatvédelem volt a középpontban. Informatikai konferenciát is tartottak az Open for Business keretében a pécsi iparkamarában októberben. A Connect It fő témája az adatvédelem volt. Talán mindenki érzi a bőrén, ha csak másra nem is gondolunk, a Facebook adatlopási botrányaira. Most már jó néhány ilyenről beszéltünk. Mindenki a saját bőrén érzi az adat jelentőségét. Közhelyként hangzik, de az adat az új olaj. És ez nem csak azon cégek számára jelent változást, akik informatikával foglalkoznak, hanem leginkább azokra, akik nem. És valójában ez egy alapvető változás lesz a gazdaság terén, aminek a IT-biztonsági és a vállalkozások tekintetében vett változásait vizsgáljuk a konferencia során. Egyébként erre a konferenciára is külön adatvédelmi tájékoztatót készítettünk, hogy megfeleljünk a jogszabályoknak, illetve a nemzetközi irányelveknek. Azt gondolom, hogy itt egy hosszas tanulási folyamat indul minden vállalkozás számára, tehát egyelőre nagyon-nagyon kevés a tapasztalat, viszont ha csak körbenézünk, hogy mennyire sok adattal dolgozunk, és egyáltalán tudatába kerülünk annak, hogy ez mennyire értékes, már óriási lépést tettünk előre. Ahogy ma működik a legtöbb internetes szolgáltatás, ahol bizony a legtöbb ember ki van téve ezeknek a veszélyeknek. És hát ugye nagyon egyszerű belegondolni, ha a Facebooktól ellopják a mi adatainkat, az ellen felhasználóként nagyon keveset tudunk tenni. A jövőt decentralizált internetnek fogják hívni. A World Wide Web atya, Tim Berners-Lee, már 18 hónapja dolgozik egy kutatáson, aminek az első publikált szolgáltatásai a napokban jelentek meg, ami lehetőséget fog nyújtani mindenki számára, hogy birtokolja a saját magáról különböző alkalmazásokban előállított adatokat, és kezelje a hozzáférés kezelési jogokat ehhez. Azonban hosszú-hosszú évekre vagyunk attól, hogy ezt sok szolgáltatás megvalósítsa, ugyanis teljesen más alapokon működő internetes szolgáltatásokat kell elfogadni, mint fogyasztóknak. Ha mi birtokoljuk a saját magunkról előállt összes adatot, akkor egy Facebooknak nem lesz lehetősége arra, hogy a mi jóváhagyásunk nélkül megállapítsa, hogy mi valójában milyen felhasználók vagyunk, érdemes-e számunkra egy Facebook hirdetést megjeleníteni, vagy sem.
ezért már ezek az ingyenes szolgáltatások abban a formájában, ahogy ismerjük, ebben a modellben nem fognak tudni működni. Új üzleti modelleket kell kitalálni, a világ még nagyon távol áll attól, hogy ezeket a kihívásokat megugorja. A jövő szakemberének képzésében fontos feladata van többek között a helyi iparkamarának is. Minél több fiatalt szeretnének elérni, hogy az informatikai pálya felé tereljék őket. Az iparkamara szakbizottságának elnöke is részt vett a konferencián. Legtöbb informatikus az úgy kezdi fiatal korában, hogy játszik. Nyilván. Hát ezek a számítógépes játékok, a kontrollen keresztül játékok, ez közel hozzák a digitális világhoz a gyerekeket, és nagyon sokan úgy kezdik el, hogy is készül egy játék, hogy van ez? Ez egy nagyon-nagyon érdekes világ nekik, és ezen a csatornán keresztül van talán a legnagyobb emenet, amin keresztül megismerkednek a szakmával. Amíg az előbb arról beszélgettünk, hogy lesz valakiből informatikus, itt nyilván egy másik szintjéről lesz szó a dolgoknak. Itt már a gyakorló informatikusok lesznek a napi ipari piaci problémákról beszélgetve. A biztonság az egyik legfontosabb kérdéskör, még pedig azért, mert az internetre kerül most már minden adatunk. És az nagyon nem mindegy, hogy milyen módon vannak ezek védve. A felhő alapú technológiáknak a terjedésével ugrásszerűen nő azoknak az adatoknak a száma, ami olyan közegben van, amiről fölött nincs direkt kontrollunk, nincs direkt hatásunk arra, hogy az hol van, úgyhogy nagyon fontosak az ilyen irányba kötött szerződések, és a technológiai, technikai megoldások, ezeket az adatokat hogyan tudjuk védeni. Majdnem azt mondom, hogy egyen szilárdságú fontossága van a két dolognak. Ezt tudja biztosítani a mai világban az, hogy az adataink azok olyan helyen legyenek, és olyan módon védve, hogy az biztonságos legyen. Az információ ma a legnagyobb érték szerintem. Hát egy vállalatnak az különbözteti meg a többitől, hogy milyen képesség, milyen tudás van, milyen ismeret van a cégen belül. Ezt az információt kell neki birtokolni, védeni, ahogy visszacsatoljak az előző témára. A weboldalakat tekintve a megjelenés és a marketing nyilván az is minden cég életében fontos. Segítségre szorulnak a cégek, én azt látom. Nagyon sokan nem tudják megmutatni valódi tudásukat a piacon, mondja Zalai Buda. Ezen szintén változtatni kell, hogy versenyképesebbek lehessenek a hazai vállalkozások. Mire kell figyelnie egy pincérnek, mi a jó menüsor, a szép tálalás tudománya? Erről szól többek között a felszolgálók mestervizsgája, amely októberben kezdődött a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. Mestervizsgáztak a felszolgálók, pincérek októberben a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. Első gyakorlati feladatként díszvacsora terítést kellett bemutatniuk az általuk kitalált témában. Volt, aki vadászvacsorára, volt, aki püspöki díszvacsorára komponálta meg az asztalát, hozzá a menüsort és az italokat. Amit itt látunk terítést, ez egy kicsit meglepő volt, mert annál sokkal jobb lett, mint amilyenre számítottam, vagy számítottunk is a kollégákkal együtt. Nagyon jól felkészültek a kollégák, úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt nem lesz nagy probléma azzal, hogy kinek milyen eredményt írjunk majd be a bizonyítványába. 6 vizsgázónk van, 2 érkeztek a Kikelet szállóból, egy valaki a Zsolnai étteremből, egy van a Markó csárdából, ami ugye egy kuriózum egy kicsit, és még egy kolléga van, aki onnan is jött, azt most írtam, nem teszembe, de megvan, a Nepomuki Szent János Hotelből érkezett Mohácsról. És hát mindegyikük egyébként nagyon jó felkészült, és nagyon komoly tudással rendelkeznek. Nagyon sok kérdést tettünk föl, mert érdekes italokat, ételeket kínáltak, és úgy láttam, hogy mindenki jó felkészült, ebből tudta a hozzávaló ismereteket, ugye, hogy melyik borból készült, kikészítette, milyen ízhatásai vannak, illetve az ételeknél pedig az elkészítési technológiát jól ismerték. A sikeres vizsgázók novemberben kapnak mesteroklevelet. Ez a végzettség kell ahhoz, hogy ők oktathassák majd a következő generációt a gyakorlati ismeretekre. Milyen adóváltozással kell számolniuk a vállalkozásoknak, ha szereplői a duális képzési rendszernek? Hogyan kell adminisztrálni a tanulókkal kapcsolatos tevékenységeket, illetve milyen juttatások adhatók majd jövőre? Ezekre a kérdésekre is választottak októberben a helyi iparkamara rendezvényén.
Könyvelők töltötték meg a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara termét októberben. A duális képzésben résztvevőkre és a gyakorlati képzőhelyekre vonatkozó adózási jogszabályokról hallhattak. Fontos téma volt, hogyan változik a kafetéria rendszere, hiszen ez adható a tanulóknak is a munkahelyeken a duális képzésben. Szép kártyára legfeljebb 450 ezer forintot tud a munkáltató juttatni a magánszemély részére, vagy hát a szakmunkás tanuló, vagy szakmai gyakorlatát töltő tanuló részére, kedvezményezett adókulccsal. A 100 ezer forintos készpénzjuttatás 2019. január 1-től kikerül a béren kívüli juttatások közül. Ha ilyen kifizetés van a munkáltató részéről, az jogviszony szerint adókötelezett lesz, azaz bérjövedelemként nem csak a juttatónál, hanem az abban részesülő magánszemélynél is adóköteles lesz. 2018-ban ez a 100 ezer forintos éves keret, ez még béren kívüli juttatásként adózható. Miért fontos ez? Amit béren kívüli juttatásként adózunk, az a magánszemélynek ingyen van. A dolgozó helyett a közterheket a kifizető, a juttató fizeti meg, mégpedig a juttatás 1,18-szorosának megfelelő adóalap után 15% SZIA-t és 14% egészségügyi hozzájárulást. Azért emeltem ki ilyen pontosan a mértéket, mert jövőre ebben is változás lett. Ugye béren kívüli juttatás csomagból 100 ezer kikerül, marad benne a szép kártya juttatás. Itt úgy fogja megállapítani a juttató, a kifizető az adót, nem számol a juttatása 1,18%-os szorzót. A tényleges juttatásra kell 15% SZIA-t, és sajnos 19,5% szociális hozzájárulási adót fizetnie a 34,22%-os átlag teherről 34,5%-osra emelkedik a közteher. Ami még fontos és kiemelendő, az az adómentes juttatások körét jelenti, ami egyébként kafetéria csomagba betehető volt. A lakás célú munkáltatói támogatás adómentessége megszűnik abban a formában, ahogy 2018-ban volt. Ez az, amikor a bekerülési érték az építési vásárlási költség 30%-áig 5 év alatt legfeljebb 5 millió forintig adómentesen támogathatta a munkáltató dolgozóját. A másik ilyen nagyon fontos elem, az pedig az úgynevezett lakáscélú mobilitási támogatás, amikor az albérlet bérlakás igénybevételéből például a foglalkoztatás első évében a minimálbér 60%-ának megfelelő összeget adhatott a munkáltató a dolgozójának adómentesen, akár kafetéria csomag részeként is. Sajnos ebben a formájában a jövő évben ez is megszűnik. Jelzem azonban minden munkáltatónak, hogy változik a munkásszállás igénybevételi és nyújtási feltételei, sokkal tágabb körnek adható ez a fajta természetbeni juttatás adómentesen. A szakmai eseményt a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezte. A könyvelőkkel a duális képzésért elnevezési rendezvényünk azért fontos, hogy a Baranya megyében működő gyakorlati képzőhelyek szakemberei számára olyan továbbképzést nyújthassunk, olyan információkat tudjuk velük megosztani, melyek segítjük az a munkájukat, amelyekkel a duális képzésben résztvevő vállalkozások a diákoknak a képzését, a diákoknak a képzésével kapcsolatos adminisztrációs, dokumentációs és egyéb teendőket a legmagasabb szinten tudják ellátni. Nagyon fontos, hogy akik a duális képzésben részt vesznek vállalkozások, azok egyrészt kötelezettségeket vállalnak. Azt vállalják, hogy megtanítják egy adott szakképesítésre a diákokat, felkészítik őket a szakképzési alapdokumentumok alapján, a szakmai és vizsga követelmények, illetve a kerettantervek alapján a szakmai záróvizsga gyakorlati részére. Biztosítanak juttatásokat, hiszen munkaviszonyban vannak ezek a tanulók a duális képzőhelyeken. Cserébe pedig az államtól kedvezményeket, normatívát, kiegészítő csökkentő tételeket vehetnek igénybe. Azért, hogy mind a tanügyi dokumentumok rendben menjenek, tehát jól vezessék a foglalkozási naplót, az átvételi éveket, megfelelő mértékben emeljék a diákoknak a bérét, figyeljenek oda a hiányzásokra, figyeljenek oda az információ cserére, honnan kaphatnak pontos információt, hol kell megtalálni a pontos információkat, kit kell kérdezni.
és most kimondottan ugye a könyvelőket helyeztük ezen a rendezvényen a középpontban adófórum kapcsán. De nagyon fontos, hogy a pénzügyi elszámolása, a bejelentések, a táppénzeknek a bejelentése, hiányzások bejelentése, mikor kell csökkenteni egy bért, mikor kell emelni egy bért, hogyan kell, mi adómentes, mi nem adómentes, járulékmentes, stb. Ezek ugye folyamatosan változnak, normatívák is, kulcsok is, ez az, amaz. Itt mindenféle ilyen információ megtalálható, és ezzel is próbáljuk segíteni a könyvelő szakembereket. Komoly következményei lehetnek, ha nem jól vezetik a tanulók foglalkoztatásának dokumentációját. Például, ha rosszul számolják ki a tanuló bérét, vagyis több pénzt kap, akkor az amúgy adómentes jövedelemre esziát kell fizetnie. Miért éri meg műszaki pályát választani, milyen szakembereket keresnek a cégek, és milyen fizetést, munkakörülményeket biztosítanak? Milyen irányba halad a műszaki fejlődés? Ezekre a kérdésekre adtak választ a megye általános iskolásainak a Pécsi Városi Sportcsarnokban októberben. Itt érdekes bemutatókkal igyekeztek meggyőzni a gyerekeket arról, hogy érdemes a műszaki végzettség felé indulni tovább tanuláskor. Védőfelszerelés kerül a riporterre, majd jöhet a beszállás az EON kosaras emelőjébe. Ezzel végzik a javításokat 25 méteres magasságban. Telefonnal készültek ezek a felvételek a magasban, a Lauberdesővárosi Sportcsarnok melletti parkolóban. Vannak nagyobb autóink is, ami még magasabbra, 40-50 méterre tud kinyúlni, hogy a nagy feszültségi oszlopainkon tudjunk biztonságosan munkát végezni. Az még egyel izgalmasabb történet, mint ez a kosaras autó. Ami a pálya elnevezésű műszaki pályaválasztó fesztiválra érkeztek többek között a kosaras emelővel az EON-osok, a rendezvény fő támogatói. Nagyon nagy szükségünk van jól képzett szakemberekre. Elsősorban mérnököket, szerelőket, villanyszerelőket, gázipari szerelőket várunk a cégünkhöz, de egyéb más lehetőségeink vannak, az informatika, az adat, tehát nagyon-nagyon sokrétű az a csapat, akit várunk ide hozzánk. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a legjobb szakemberekkel tudjunk dolgozni, éppen ezért úgy döntöttünk, hogy rögtön már a képzések elején szeretnénk a képzési rendszerbe bekapcsolódni. Bent a sportcsarnokban is várták az általános iskolásokat a cégek, illetve a szakiskolák. De az egyetem műszaki kara is hozott érdekes bemutatójátékot. Itt például a szemmozgásukkal vágják szét a gömböket a gyerekek. Még nem játszottam ezzel, de nagyon tetszik. Nehéz irányítani? Nehéz, egy idő után meg lehet szokni. A régió nagy cégei, valamint családi vállalkozásai mutatták be a sportcsarnokban szerdán, miért érdemes műszaki pályát választaniuk a fiataloknak. 18-20 kiállító van, és a szakképzési centrum iskolái jelentek meg, a Pécsi Szakképzési Centrum iskolái jelentek meg, emellett még a pályaorientációs utca, a kamara is képviselteti magát, illetve egy tehetséggondozó program. Baranya megye iskoláiból mintegy 1700 tanuló érkezett a rendezvényre. Őket három turnusban fogadták a pécsi sportcsarnokban. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!